Ünnepi díszbe öltözött Paks. Tojásfák, óriás tojások, nyuszik kosárban, ezekkel az installációkkal varázsoltak húsvéti hangulatot az újonnan felújított atomtérre. A Paksi Képtár és a Városi Múzeum dolgozói festették ki az óriás tojásokat, míg a tojásfákat a lakosság által leadott hímes tojásokból díszítették. Van közöttük festett, ragasztott, horgolt, mese és népi motivumokkal ellátott színes tojás. Hát minden nap szoktunk erre sétálni, mert mióta elkészült ez a tér, ez nagyon tetszik nekünk, és a dekoráció is, már a karácsony is tetszett, és ez a húsvéti is, mi is készítettünk egy tojást rá, amit ugye nem tudtunk leadni időbe, ezért pont gondoltuk, hogy elhozzuk, és csak úgy felcsempészük. Otthon is minden évben feldíszítjük a lakást minden ünnepre, most is, sőt egyre több tojást készítünk, ezért most már nem egy tojásfánk van otthon, hanem kettő. Úgyhogy nagyon tetszik. Már kellett, hogy a városnak ilyen legyen. Úgyhogy nagyon tetszik. Főleg láttuk, hogy most lent is van a kertbarátukért, oda holnap szeretnénk menni megnézni. Úgyhogy feltölt bennünket ezután, az idő után nagyon kell. Úgyhogy minden nap jövünk és sétálunk, teszünk itt nagy kört, és végignézzük, hogy mit írtak a tojásokra az óvodások, mindig megcsodáljuk. És mindig találunk olyat, amit előtte nem láttuk. Nekünk mindennapos program, hogy meglátogatjuk. A Gyuszko kifejezetten élvezi ezt az új dekorációt. Őszintén szólva néha egy kicsit túlságosan is, úgyhogy tegnap némileg meg is bontottuk az egyiket. Én gyerekkoromban sokat jártam erre, mert itt nőttem föl, és nagyon örültem annak, hogy most a Gyuszko gyerekkorára teljesen megújult ez a tér. Hát meglepetés volt számunkra ez a dekoráció, de nagyon örülünk annak, hogyha időnként ilyen meglepetés éri a családokat, mert nagy öröm kihozni a gyerekeket. Úgyhogy napjában egyszer-kétszer, hogyha engedi az időjárás, vagy a fiatal úrnak a kedve, akkor legalább egy kört teszünk. Önmagában már a méretek, a színek, a formák lázba hozzák, úgyhogy láthatóan nagyon sokat dolgoztak, akik elkészítették jó minőségben, nagyon szépen, úgyhogy ezúton is köszönet nekik, mert nekünk nagy örömet okoztak. A Paksi Kertbarátok Egyesület tagjai a körforgónál is húsvéti hangulatot varázsoltak kompozíciójukkal a város közterületére. Ők csak természetes anyagokat használtak. A Kertbarát Egyesület igazából már 2 évvel ezelőtt is foglalkozott ezzel a húsvéti előkészületeke a Kertbarát Egyesület előtt lévő kiskertünkben. Mind a 2 év alatt készítettünk húsvéti kompozíciókat, és bennünk volt az, hogy a város más közterületeire is esetleg elhelyezünk ilyen díszítéseket meglepetésként a lakosságnak, és most jött el igazából ez az idő, amikor a polgármesteri hivatal és a Turinformon keresztül felvettük a kapcsolatot, mikor meghirdették ugye az atomtérre a húsvéti dekorációt, hogy az önkormányzat ugye hatalmas húsvéti tojásokat helyezett ott el, és ehhez kapcsolódtunk mi is, hogy akkor oda is a fából készült festett nyuszikat helyeztünk el a nagy tojások mellé, és így volt az a kezdeményezés, hogy az atomtér mellett ide a lenti városrészbe is helyezzünk el egy kis húsvéti kompozíciót. Ez igazából a húsvéti jelképeket hozza, a nyuszi, a virágok, a barka, és igazából, ha úgy megnézzük, tehát a vödör, a kanna, ami a locsolás jelképe volt régen, ezeket is itt meg lehet találni. Tulajdonképpen ezek a fakorongok, amiken a nagy nyuszikat láttok, ezek már 2 éve ott száradnak, és várják a klubnak a folyosóján, és várták azt, hogy adott esetben majd felhasználjuk valamire. És most volt itt az alkalom, hogy a nyuszikat ráfestik a lányok. Tehát a Kertbarát Egyesületben van több olyan ügyeskező és kreatív kertbarátunk, aki a festéshez is nagyon nagy affinitása van,
és ővelük csináltuk ezeket. 5-6 emberről van szó, mert pont a pandémiás helyzet miatt nem szabad ugye összejönnünk, és ezek egy részét otthon készítették el, és akkor, amikor a festés és a közös megbeszélés volt, hogy akkor hogy képzeljük, akkor volt bent a klubunkban az összejövetel, de akkor is csak 5-6 ember vett ezen részt. Paksváros önkormányzata a húsvéti dekorációval kapcsolatban fotópályázatot is indított a lakosság körében.